Elfeledett gyermekek, így nevezik azokat a gyerekeket, akiknek egy vagy több családtagja szenvedélybeteg. A máltai szeretetszolgálat különösen szívén viseli ezeknek a gyerekeknek a sorsát, mivel ők nem beszélnek az otthoni problémákról, inkább rejtőzködnek. A segélyszervezet most egy konferenciával hívja fel rájuk a figyelmet, a témáról vendégével Barna beszélget. Köszönöm szépen, a vendégem pedig Kormos Piroska, szociálpedagógus. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Olvasom itt az anyagban, hogy Magyarországon gyakorlatilag 400 ezer gyermeket fenyeget ilyen. Ez valós adat? Ez egy becsült adat a Németország adatokból. Hát ha becsült, hanem ez akkor is egy hatalmas szám, hogy az a család, ahol vagy az egyik, vagy mindkét szülő szenvedélybeteg. Igen, ez körülbelül minden ötödik gyereket jelent Magyarországon, de ezek nagyon hasonlóak az adatok. Egyesült Államokban, Németországban is minden negyedik, illetve az Egyesült Államokban minden negyedik, a Németország adatok szerint minden ötödik gyerek érintett azzal, hogy egyik vagy mindkét szülője szenvedélybeteg. Hogy lehet ezeken a gyermekeken segíteni úgy, hogy ők is ugyanolyan boldog életet éljenek, mint a kortársaik? Mert nem biztos, hogy erről szívesen beszélnek, hogy elnézést, apa iszik, anya meg áldon kártyázni jár, mi csak kitaláltam valamit, de el is borzasztó. Igen, hát a legfontosabb, hogy lehessen erről beszélni. Ugye a Máltai Szeretetszolgálatnak van egy szervezete, a Fogadó Pszichoszociális Szolgálat, és a honlapunknak az a cím, hogy kimondható.hu, pont azért, hogy azt hangsúlyozzuk, hogy ez kimondható, a szenvedélybetegségről lehet beszélni. A gyerekeknek is az a legnagyobb segítség, hogyha erről beszélünk, akár társadalmi szinten, akár egy osztályközösségben, akár bárhol, nevén nevezzük, hogy ilyen van, és hogy ezzel nincsenek egyedül. Ezt célozzák a kiadványaink is, ez a kis figura is, akit magammal hoztam, őt Bolyhosnak hívják, ő egy osztrák mesének a főhőse, és abban segíti a gyerekeket, hogy arról beszélhessenek, hogy mi az, mikor valakinek az egyik szülője iszik, a Bolyhos meséjében a Bolyhos apukája iszik. És akkor ennek kapcsán lehet velük erről beszélni, hogy ezzel nincsenek egyedül, és hogy ez hogyan működik egy családban. Egy szenvedélybeteg családban élő gyerek nagyon sokszor magát hibáztatja azzal, hogy lehet, hogy miatta isznak, vagy hogyha ő jól lenne, akkor nem innának a szülei, vagy hogyha jobban viselkedne, akkor megváltozna ez az egész. És nagyon fontos, hogy ezt elmondjuk a gyerekeknek, hogy ez nem az ő hibájuk, nem tehetnek róla, és nem is tudják meggyógyítani ezt. Tehát, hogy mindig a szenvedélybetegnek kell eldöntenie, hogy ő meggyógyul, vagy hogy elindul a felépülés útján. És ilyen kiadványokat is hoztam még magammal, amik ezt segítik. Nyilván, amikor már nagyon durva a helyzet, vagy egyáltalán durvul, akkor a gyámhatóság is közbeléphet, persze. De hát ez nem csak onnantól durva, hogy a gyermek mindennapjait megkeseríti, de hát ez iszonyatos pénzbe kerül. Tehát a gyermeknek a megélhetése is problémás, és azért említettem a gyámhatóságot. Itt milyen lehetőségek van? Hát nagyon az ember ezt általában, bocsásson meg, maga a gyermek is szégyelni. Hát de menjen, hogy anyukám állandóan be van rúgva. Ez nagyon sokszor szégyennel jár a családban, úgy általában, nem csak a gyerek szégyeli, de sokszor a házastárs is szégyelli, vagy akár a tágabb család, és ezért se beszélnek róla, de hogy itt nem feltétlenül olyan családokról van csak szó, ahol ez anyagi problémákat is fog okozni, mert jól szituált családokban is ugyanúgy előfordul a szenvedélybetegség, az akár alkohol problémából, akár valami munkamániáról, akár kábítószer, tehát bármelyikről beszélhetünk, ez nem áll meg, nem válogat, hogy csak a szegényebb családokat érinti. Tehát, hogy a beavatkozás szinten pedig igen, van, amikor a gyermekvédelmi rendszer avatkozik be, de ez nagyon sokszor nem jut el odáig, de bőven elég, hogyha egyszerűen egy segítő családtag, vagy egy szomszéd is észreveszi ezt, vagy nagyon sokszor a pedagógusok is tudnak segíteni egyszer a gyerekeknek, meg nem biztos, hogy csak akkor van baj, hogyha már részeg az anyuka, vagy az apuka, hanem egyszerűen, hogyha ott van a rendszeres használat, és emiatt ő érzelmileg nem elérhető a gyermek számára. És nagyon fontos, hogy erről lehessen beszélni a gyerekekkel. Nekem az ismeretségi körömben sajnos van ilyen, ahol az anya-apa is szereti az OH csoportot, most igen finoman fogalmaztam, és a gyermek elköltözött a nagymamához, nagypapához. A szülők nem keresték, hogy hol van. Ez mit szól? Hát azt mondom, hogy van ilyen is, és ez nagyon jó, hogy a gyereknek volt lehetősége elköltözni egy nagyszülőhöz,
hogy a nagyszülőt úttölt. Jó, nem csecsemőről van, szóval egy középiskolás. Gondolom egy nagyobb, persze, de hogy ez is egy, nagyon sokszor egyébként a szenvedélybeteg szülők gyerekei nem merik otthagyni a szüleiket, mert hogy gondoskodnak róluk. Azt mondjuk, hogy ha ebben nőnek fel, akkor nagyon sokszor szülősítve lesznek, ők kezdtek el gondoskodni a szülőkről, és ezért nem ismerik őket elengedni, vagy hogy a szégyen miatt nem akarják, hogy ez kiderüljön. De hogyha ezt meg tudja lépni a gyerek, el tud valahova menni, szerintem az nagyon nagy erőforrás, és nagyon sokat. Tehát, hogy akár másoknak is lehet példa, hogy ezt meg lehet tenni. De attól még szüksége lesz ennek a gyereknek is arra, hogy erről beszélhessen, hogy ez nem az ő hibája, és hogy hogyan tud egyébként majd felnőttként úgy élni, hogy megfelelő távolságot tartson a szüleitől, de mégse érezze azt, hogy ő egy rossz gyerek. Akkor mi van, ha mondjuk két vagy több gyermek is van ebben a családban? Mert gondolom én, én nem vagyok a téma szakértője, de örülök, hogy itt van, és majd segítségemre lesz, hogy akkor talán a gyermekek is összefognak, mert látják, hogy itt veszélyeselkedik rájuk, segítik egymást. Nagyon változó ez is egyébként. Tehát, hogy én dolgozok felnőtt gyerekekkel, akik ilyen családban nőttek fel, de már felnőttek, és hogy különböző dolgokat mesélnek. Van, ahol összefogtak a testvérek, van, ahol egyszerűen olyan nagy volt ez a családi tabusítás, a gyerekek se beszéltek erről egymás között. Tehát, hogy ez nagyon változó, de hogy persze az egy jó dolog, hogyha a gyerekek egymásra tudnak támaszkodni, és tudják egymást erősíteni. Például ebben a könyvben, amit hoztam, a Láthatatlan árvák, ez egy most megjelenő kiadványuk. Igen. Megnézhetem? Igen, természetesen azért operatőr hoztam. Operatőr kollégának szoknám, baj, hogy ide piszkálok? Szóval, látható, hogy ebben a könyvben is van egy olyan történet, ahol testvérek jelennek meg is, hogy ők ugyanállnak egymás mellé. Láthatatlan árvák a címe. Arra gondoltak ezzel a címmel, hogy vannak sokan, akikről nem is tudunk még, vagy önök nem tudnak? Hát ezt, ahogy fel is konferálták, sokszor elfedett gyerekeknek hívják a szenvedélybeteg szülők gyerekeit. De Láthatatlan árvák az egyik novellának a címe egyébként. Ebben több novella van, és a novellák mellett egy klinikai szakpszichológus írt szakirodalmi kitekintést, és az egyik novellának ez a címe, és ezért is kapta ezt a nevet, de hogy természetesen utal arra, hogy szeretnénk, hogyha ezek a gyerekek többé nem lennének láthatatlanok, nem lennének elfeledettek, hanem beszélnünk róluk, és hozzájuk fordulnánk, és próbálnánk nekik segíteni. A másik kérdés, amit hoztam, az is egy viszonylag új kiadvány, az pedig kifejezetten a gyerekeknek szól. Itt a végére egy pár szót ejtsünk a konferenciáról is. Igen. Holnap lesz a Elfedett Gyerekért konferenciánk, most már ez az 5. konferencia, amit a Máltai Szeretett Szolgálat szervez ebben a témában. Ez egy egész napos konferencia a MOM-ban. Már nem lehet rá bejönni személyesen, mert megtelt a konferencia. Igen, tehát házban 180 fős a terem, és ezt megtöltöttük, viszont online lehet követni az eseményt. A kimondható.hu oldal YouTube csatornájára bárki becsatlakozhat holnap 10 órától, és követheti a konferenciát, vagy később visszanézhetőek az előadások. De előtt előadások lesznek, délután pedig kerekasztalbeszélgetés. Az egyiknek a témája pont ez a könyv, a másik kerekasztalbeszélgetésen pedig több olyan könyvről lesz szó, amik ebben a témában készültek itt Magyarországon. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm.